and this is my third time with you all. Sziasztok, Olimpiának hívnak, és most harmadszor vagyok itt. Today I'm just going to share a little bit of how the Lord has worked in my life. Szeretném veletek megosztani azt, hogy az Úr hogyan érintett meg engem, és hogyan formált át az életemet. I grew up in a very close-knit family. De nagyon összetartó családban nőttem fel. From a very young age, my parents taught me about the importance of a relationship with Jesus. Egész kicsi koromtól fogva a szüleim tanítottak arra, hogy milyen fontos a Jézussal való kapcsolat. But I always relied on my family more than God. De mindig jobban inkább a családomra támaszkodtam, a családom támogatására, mint Istenére. It wasn't until I got to college and was on my own for the first time that I truly put my trust in Christ. Amikor először főiskolára mentem tovább tanulni, akkor jött el az az idő számomra, amikor igazából kezdtem Istenben bízni és Istenhez fordulni. Being alone was hard. Nagyon nehéz volt elszakadni a családtól és egyedül lenni. I asked God to get me through and give me strength. Isten kértem, hogy segítsen túlélni ezt a helyzetet és megküzdeni az egyedüléppel. Because on my own I was very weak. Mert egyedül, egymagamban nagyon gyenge. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Jeremiás 28:11-ben az Úr azt mondja, hogy bármilyen tapasztalat, amin keresztül mész, azt Isten azért küldi, hogy jobb legyél, a javadra váljon. Through Christ I began to find my worth in Him. És Jézuson keresztül megtaláltam az Úrhoz vezető utat. And I discovered His glory and power. És megtapasztaltam az ő dicsőségét és az erejét. Next year I'm getting married. Jövőre fogok férjhez menni. While we don't know many things about our future, de még nem tudjuk, hogy mit tartunk a számunkra a jövő. We don't know what kind of jobs we will have. Nem tudjuk még, hogy milyen munkánk lesz, milyen állásunk lesz. Or where we'll be living. Vagy hogy hol fogunk élni. But we are leaning on God because His plan is greater than our own. De bízunk Istenben, mert az ő terve nagyobb, mint a mi. Amen. Thank you for letting me share with you today. Köszönöm, hogy megoszthattam veletek a történetemet. And showing me so much love. És hogy szeretetteket